Köszöntöm nézőinket! Önök kulturális magazinunkat látják. Én Varga Szintia vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Mészői nap. Átadták az író nevét viselő díjat és emlékplakettet. Ünnepi gálaműsort tartottak Szekszárdon. A kultúra mindenkié. Foltin Jolán emlékkiállítás Szekszárdon. Jótékonysági estet tartott a Rotary Klub. Az elsődleges cél a fiatalok támogatása volt. A Szekszárdi Művészetek Házában a Mészői díj és emlékplakett átadásával emlékeztek meg a szervezők Mészői Miklósról, a kortárs magyar irodalom meghatározó személyiségéről. A Mészői díjat 2004-ben alapították, melyet olyan íróknak nyújtanak át, akik jelentős irodalmi művet hoztak létre és fontos szerepet vállalnak a társadalomban. A díjat minden év január 19-én adják át Mészői Miklós születésének évfordulóján. Nemes és szép hagyomány, amelyik azt gondolom, hogy kötelezi a várost arra, hogy ehhez ragaszkodnunk kell. Sokan tudják talán, hogy a 20. század második felében elképesztően meghatározó alakja volt a magyar irodalomnak Mészői Miklós. Sokan úgy tartják, hogy a következő nemzedék, hát többek között az ő köpönyege gépből, vagy az alól bújt ki. Éppen ezért gondolom azt, hogy akár Szekszárd megyei város elkötelezettsége, de a segítők, a Mészői Miklós Egyesület, vagy a Hosinski Mór Múzeum, az I.S. Gyula könyvtár, és még sorolhatnám külön a személyeket és támogatókat, elképesztően fontos, és mindenféleképpen nagyszerű érzés, hogy évről évre ez az elkötelezettség talán megmarad, ez egy konstans állapot, sőt nő is, és ebből kerekedik egy ilyen találkozó, vagy ahogy Gacsály Jóska Gacsa mondta, ha már Mészői Miklós fa mi voltára gondolunk, és a gyökerekre, akkor Ez egy ilyen szekszárdi liget tulajdonképpen, és ez mindenféleképpen megmelengeti a szívünket. Ódor János, a Hosinski Mór megyei múzeum igazgatója elmondta, hosszú évek óta fognak össze a szekszárdi intézmények, civil szervezetek a Mészői Emléknap szervezésében. Az irodalom szeretők számára ez a nap egy örömünnep, különleges alkalom megemlékezni a Kossuth-díjas író életéről, életműveiről. Ilyenkor két díj átadására kerül sor. Egyrészt a Mészői Miklós Egyesület a Mészői Miklós díjat, az általa kiválasztott író teljesítményét honorálja Mészői Miklós díjjal. Ennek a részben a Szekszárd-megyei-óváros önkormányzat, illetve Mészői Miklós Egyesülete adja a pénzügyi hátterét, illetve maga a Szekszárd-megyei-óváros önkormányzata a Mészői Miklós emlékplakettet olyan személynek adja át, aki a mészői kultusz ápolásában tett sokat, idén Baranyai László, az emlékplakett díjas, aki hosszú éveken keresztül a magas iskola nyári rendezvényünk alapító tagként, illetve az egyesület aktív tagjaként rendkívül sokat tevékenykedett itt Szekszárdon is. Maga a Mészői Miklós díjat pedig Tompa Andrea író kapja meg. Az elismerést Baranyai László, a Mészői Miklós Egyesület alapító tagja kapta. A Mészői díjat Tompa Andrea író, színkritikus vehette át Kelemen Páltól, az Egyesület ügyvezető alelnökétől méltatta Szollát Dávid elnökségi tag. Az idei Mészői Miklós díj kitüntetettje Tompa Andrea írónő, akinek kiváló színikritikusból lett író, 2010-ben jelent meg az első könyve, a Hóhér háza, amely egy egészen eredeti módon dolgoz föl egy késő Ceausescu korszakban egy felnőtté válási történetet, egy kolozsvári erdélyi magyar lánynak a felnőtté válási történetét. Azóta megjelent további 4 regénye, ezek eléggé klasszikusokra emlékeztető történetmondás jellemzi őket, belemerülő az ember nehezen szakítja ki magát a könyvből, hogyha félre kell tenni, tehát mindenkinek szeretettel ajánlom ezeket a műveket. Ugye itt a Fejtől, Schlaptól, 2 orvos története a 20. század első felében Erdélyben, egy férfi és egy nő, orvosnő, egészen különleges sorsa és élet, párhuzamos sorsa és élettörténete, aztán az Omerta, mely a
kommunizmus legsötétebb idején játszódik, négy különböző nézőpontból mondják el a történeteket, három nő és egy férfi. A következő, a negyedik könyv, az a Haza címet viseli, ami ilyen uti regény és egy esszéregénynek egy egészen különleges keveréke, amelyik hát egészen különleges szellemi kaland az olvasása, illetve a tavaly megjelent Sokszor nem halunk meg című regény, amelyet hát szintén mindenkinek szeretettel ajánlok. Ez megint történeti keretben ágyazva, erdélyi magyar színjátszás világába vezetve minket, egy Nagy Matild nevű színésznő élettörténetén keresztül. Emlékezetes figurák, izgalmas történetek, mindenkinek szeretettel ajánlom Tompa Andrea műveit. Baranyai László színész, író, újságíró több évtizede foglalkozik Mészöly Miklós életműveivel, jó barátja volt a neves írónak. Sportban is jeleskedett, levelezőn elvégezte a testnevelési főiskolát, valamint aktív gátfutó volt. 1969-ben kezdett el írni a kiadványokban, irodalmi lapokban jelentek meg regényei, novellái, drámái. Most írtam egy könyvet, ami bizonyos elnézéssel is találkozott, mégpedig azért, mert valaki azt mondta, hogy én a Mészőnek a Megbocsátás című regényét továbbírtam. Magyarán az a benne lévő szereplőkkel tovább csináltam, új szereplőket hoztam be, volt, aki meghalt nálam a Mészői emberei közül, és valaki azt mondta, hogy ez illetlenség a Mészőjjel szemben. Én szerintem nagy megtisztelés az ő számára is, meg a város számára is, ahol most vagyunk, Szekszár számára is, mert Szekszárdon játszódik a történet. A Miklós története is, a Mészőjé, meg az enyém is. És igyekeztem egy nagyon komoly magyar irodalmár azt mondta, hogy megdicsért, hogy ez egy jó könyv, és ez nekem sokat számított. Tompa Andrea az eddig elért magas színvonalú irodalmi munkásságáért, főként a Sokszor nem hallunk meg című könyvéért kapta meg az elismerést. Az első olyan díjam, amit egy olyan íróról neveznek el, akit nem csak hogy tisztelek, hanem akinek a hagyományában be is akarnak fogadni, be akarnak ölelni, és ez azt hiszem elsősorban az Egyesületnek köszönhető, az a mód, ahogy ezt a hagyományt, ezt az írói hagyatékot gondozza, hogy át akarja adni, ahogy össze akar kapcsolni ezzel. Szóval ez egy fantasztikus dolog, nem beszélve arról, hogy ez egy független díj, nagyon nagyra értékelem a független díjakat. Azt hiszem, én ma már csak ezeket kaphatom meg, állami díjat aligha, és ez így nagy boldogság. A díjátadón közreműködtek a Mészöly Miklós vers és prózamondó verseny díjazottai, valamint a Szekszárdi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei és tanárai. Idén a Babits Mihály Kulturális Központ programsorozattal készült annak érdekében, hogy méltó módon ünnepelhessük a Magyar Kultúra Napját, és nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének. Ennek alkalmából az intézmény ünnepi gálaműsort szervezett Szekszárdon. Különleges ünnepi gálaműsort tartottak Szekszárdon a Kultúra Hete programsorozat keretében. Hagyománnyá vált a Babits Mihály Kulturális Központban, hogy nem csak a Magyar Kultúra Napját, január 22-ét ünnepeljük meg, hanem egy több napos rendezvénysorozattal készülünk itt a Babits Kulturális Központban, és egy nagyon régi hagyományt elevenítettünk fel idén, mégpedig egy olyan gálaműsort szerveztünk, ahol Szekszárd kulturális életének a színe java bemutatkozhat. Nagyon régen volt arra a mód és lehetőség, hogy közel 20 szekszárdi értékekkel bíró zenekar, együttes, néptánccsoport, nyugdíja, szépkorokat tömörítő egyesület, és
a legfiatalabbaktól a legidősebbekig terjedően bemutathatják a tudásukat azok a nálunk működő és itt próbáló, kvázi itt élő csoportok, akik én azt gondolom messzi földre is elviszik a jó hírünket. Az ünnepségen beszédet tartott Csötönyi László, Szekszárd megyei jogú város közgyűlésének kultúra, civil szervezetek, városmarketing bizottságának elnöke. Január 22-en a Magyar Kultúra napja, amelyiket hivatalosan 1989 óta ünneplünk, annak az emlékére, gondolom az itt ülők közül sokan tudják, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a himnusz kéziratát. A 201. évforduló a mai. Beszédében hangsúlyozta, hogy érdemes a kultúra iránti fogalmunkat és tudatunkat ennél tágabb horizontra terelni. Mint mondja, a kultúra azon javak egyike, amelyikből minden ember részesülhet kisebb vagy nagyobb mértékben. Kultúra kifejezés ma különböző tartalmú és terjedelmű fogalmak jelölésére szolgál. Az egyik jellemző értelmezés szerint az emberek szellemi, lelki és esztétikai fejlődésének az általános folyamatát, a másik szerint egy embercsoport, korszak vagy általában az emberiség sajátos életmódját, a harmadik szerint a szellemi és különösen a művészeti tevékenységet, és ennek a termékeit, vagy elemeit foglalja magában. Az utóbb említett értelmezés manapság a legelterjedtebb, amelyik szerint a kultúra, az emberi tevékenység sajátosan kulturális területét, például a zenét, az irodalmat, a festészetet, a szobrászatot, a táncot, a színházat, vagy éppenséggel a filmet jelenti. Tisztelt jelenlévők! Ezekben a vészterhesen, sablonossá alakított mindennapokban talán nem is azon kell gondolkodnunk, hogy mi a kultúra, vagy amiben gyakran belekényszerítenek bennünket, hogy vajon a mi kultúránk, vagy a másoki a szebb, a jobb, az elfogadhatóbb, hanem ezen túllépve, józan ésszel és a jövőbe tekintve azon kellene eldöbbengenünk egy kicsit, hogy mi lenne, ha teljesen megfosztanának bennünket a kultúrától, mert a véleményem szerint rohamléptekben haladunk e felé. Berlinger Attila ezen felül kiemelte a Gála műsor egy újabb alkalom, hogy mindenki osztozzon a város kulturális érdekeiben. Mai nap is teltház előtt fognak felépni ezek a csoportok. Én azt gondolom, nem is lehet ez másképpen, hiszen az itt fellépő csoportoknak a családtagjaik, a barátaik, szüleik vagy éppen gyermekeik ugyanúgy közöttünk élnek, és ők is kíváncsiak arra, hogy egész évben ezek a csoportok micsoda munkával, milyen fantasztikus lelkesedéssel és odaadással készülnek. Éppen ezért, amikor a saját csoportaink, a saját közönségünk, a saját városlakók előtt mutatkozhatnak be, az mind-mind egy bizonyítéka annak, hogy Szekszárd igenis még mindig a kultúra fellegvára, a kultúra városa, és nem vagyunk egy nagy létszámú megyeszékhely, de rendkívül gazdag és pezsgő élet vár itt mindenkit, akár itt élőt, akár vendégeket. Az ünnepi műsoron felléptek mindazon egyesületek, akik Szekszárd hírét nem csak helyi, de világviszonylatban is öregbíteni tudják. A Kossuth Díjas koreográfusnak, nemzetművészének nyílt emlékkiállítása Táncra ítélem magam címmel. A Babits Mihály Kulturális Központ márványtermében csodálhatjuk meg Eifert János, Kádár Kata, Kis Ferenc, Kornis Péter és Rácz Gabriella által egyedülálló módon megörökített fotókon a szívvel, lélekkel tevékenykedő Foltin Jolánt. A kiállítás Berlinger Attila, az intézmény vezetője nyitotta meg, és külön köszöntötte az ünnepségen megjelent művésznő férjét és lányát. Marika, 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 Marika.
A kiállítás megnyitóra Szarvasról érkezett Csasztvan András, aki az Örökség Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnöke volt 2 évtizeden keresztül. Megbízatását Foltin Jolán után vette át. Szekszárdon láthatja a közönség azt a fotókiállítást, fotodokumentációt, amely Foltin Jolán Kossuth Díjas koreográfusunk elsősorban táncos és alkotói munkájáról szól. Egy-két családi vonatkozású fotó is bekerült ebbe a kiállítási anyagba. Ami egy nagyon picit hiányzik, az az, hogy Foltin Jolánnak köszönhetjük gyakorlatilag azt, hogy Magyarországon szervezett formában indult el már a 80-as években a gyermeknéptánc mozgalom. Később ezt a vonalat nagyban segítette, vagy egy picit át is vette a művészetoktatás és a művészeti alapiskolák néptánc tagozatai. Tehát jó néhány ilyen dolog, sportarénás táncház találkozókat említettem, olyan felmenő rendszerű fesztiválok, amely a legjobban fölszerelt műfázak adtak helyet, ilyen volt például a szekszárdi, a százhalombattai, nehogy Isten a szarvasi vagy a kecskeméti híres agóra, pápa, ifjúsági néptáncfesztivál, és sorolhatnám még, gyerekszóló táncfesztiválok, és hát továbbképzések, olyan továbbképzések, ahol 3 napos továbbképzésben foglalkoztunk egy adott tájegység táncanyagával, péntek déltől vasárnap délutánig, és hát nem volt ritka az, hogy 120-130 aktív pedagógus jött el egy-egy anyagra, akár a sárközi anyagra, vagy egy más végpontot említsem, mondjuk egy moldvai hétvégés továbbképzésre. Az úttörő mozgalom megszűnése után Foltin Jolán kezdeményezésére jött létre ez a szövetség, amely mára kiszélesedett nem csak magyarországi, hanem kárpát-venencei egyesületté fejlődött. Jelenleg is több mint 200 csoportos tagja, és majd ugyanennyi egyéni tagja van, tehát el lehet képzelni, hogy Kárpát-medencében határon túli magyarság és magyarországi, magyar és nemzetiségi táncegyüttesek közel 400 érintett ebben a közösségben, és jó összetartozni. És akkor, amikor Foltin Joli utána átadta a stafétát, akkor gyakorlatilag az akkori elnökség vitte tovább az ő örökségét, az ő hagyatékát. Természetesen mindig igyekeztünk az idő kihívásaira reagálni, bővültünk, fejlődtünk, együtt vagyunk, meg vagyunk. Matokné Kapási Júlia, a Bartina Néptánc Egyesület korábbi vezetője több évtizeden keresztül dolgozott együtt Foltin Jolánnal, akihez szoros barátság is fűzte. Őt kérdeztük, hogy milyen ember volt Foltin Jolán. Foltin Jolán egy fantasztikus ember volt. Olyan empatikus képességekkel rendelkezett, amilyen embert én nem is ismertem mást. Ez az empátia, ez mindenki irányában működött, de a gyerekek irányában is nagyon, és ez a képessége még társult egy hihetetlen erős emberismerettel. Pillanatok alatt fel tudta mérni az embereket, és tudott hozzájuk igazodni. Ez a gyerekek szempontjából fantasztikusan jó volt, mert ha elkezdett dolgozni a gyerekekkel, és mondjuk szereposztásra kitalált valamit, és elképzelt egy fizimiskájú gyermeket, akkor ő pillanatokat ki tudta választani, és mindig sikeresen választott. Tehát én csodáltam, hogy idegen környezetbe bemegy, leül a gyerekek közé, elkezd velük beszélgetni, nézi őket, kérdezgeti őket, válaszolnak rá, kicsit beszélget velük, és egyszerűen utána eldönti, hogy ő neki milyen karakter, melyik arc, melyik tekintet, milyen kisugárzású gyerek kell ahhoz a darabhoz. 1988-tól táncolja az Egyesület a számait egészen 2017-ig, 9 koreográfiát, ami egy ilyen kis táncszínházi művek készített nekünk,
és mellette három koreográfiáját pedig átadott, amit a Bihari Együttesnek készített, de nekünk is betanította. Tehát gyakorlatilag több generáción át, tehát 30 éven keresztül több generáción át ismertette meg a művészetét. És nagyon szerette mindenki, szigorú volt természetesen, úgy, mint ahogy szoktak lenni a zsenik. Ők nem hétköznapi átlagos emberek, ő is ilyen volt, de abban a pillanatban fel tudta oldani, tehát ő lehet, hogy egy nagyot rikkantott valami miatt, de utána azonnal fel tudta oldani azt a feszültséget, ami keletkezett, és mindenki nagyon szerette. Kicsit tartottak is tőle a gyerekek, de ez azért is volt nagyszerű, mert volt adrenalin, amikor ő dolgozott, és át tudta ezt a fajta lendületet adni. Amellett óriási szíve volt. Nem csak a gyerekek irányába, hanem a pályatársa irányába is. Rögtön voltak reléi, amivel azonnal fogta, ha valakinek problémája volt, vagy látszott rajta, hogy gondjai vannak, akkor ő ahol csak tudott segített, de ezt úgy képzeljétek, hogy a pénzbeli segítségtől a lelki gondozáson át, tehát ő mindenre ráért, hogy ezt meg tudja tenni. Tehát én nagyon csodáltam, nagyon szerettem. A nőiséggel, nőiességgel és anyasággal rengeteget foglalkozott. Műveiben az a fajta érzékenység, lelkiség jelenik meg, amelyet képviselt. Életművén keresztül láthatóvá válik számunkra a szív és a szeretet ereje és határtalansága. Imáron fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Szekszárdi Rotary Klub. Az Egyesület elnöke Módos Ernő elmondta, a jótékonysági est bevételét idén is a kiemelten hátrányos helyzetű és tehetséges fiatalok támogatására fordítják majd. Az eseményen fellépett a Tücsök Zenész Színpad és a Bartina Néptánc Egyesület tagjai. Mindkét társulatot hosszú évek óta támogatja a Rotary Klub. Immár hosszú évek óta hagyomány, hogy január közepén a Rotary Klub Szekszárd jótékonysági estet rendez. Ez egyik legfontosabb, hogy így mondjam, rendezvényünk, ahol a tagok adományain túlmenően itt van lehetőség arra, hogy olyanok is segítsenek, akik a Rotaryval nincsenek közvetlen kapcsolatban. Így aztán talán a legjelentősebb jótékonysági rendezvényünknek nevezhetném, és reméljük, hogy eljut mindenkihez, aki rászoruló, és sikerül vele kapcsolatba kerülnünk. A Rotary olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek készek vállalni a humanitárius szolgálatot. A Rotary általános céljai az a segítés, a tehetségek segítése, azoknak a gyermekeknek, felnőtteknek, időseknek a segítsége, akik rászorulnak, de egy picit talán inkább nem a jótékonyság, hanem a pozitív irányú segítség a fő csapás irány a Rotaryban, és ennek értelmében természetesen támogatunk tehetséges gimnazistákat, hogy eljussanak az egyetemre, hasonló tehetséges sportolókat, akik még magasabb szintre, de természetesen azért a gyermekotthonban is ott vagyunk, és ahol lehet, ott támogatjuk őket. A szervezet tagjai szakmai és magánéletükben magas etikai alapelveket követnek. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere hozzátette, a város életében is kiemelt szerepet játszanak. Több beruházás fejlesztés készült a Rotaryval együttműködésben és külön-külön is, amik nagy vonalakban szeretnék megemlíteni, hogy a kórházi ágyak nagyon sokat sikerült beszerezni, főleg Belgiumból, és ezzel is jobbá tudják tenni a kórházi ellátást, és el ne felejtse senki a postánál a bejáratnak a kialakítása, a mozgáskorlátozott bejáratnak a kialakítása, a stációknak a felújítása, a kereszteknek az elhelyezése a Kálvárián és a rengeteg faültetés. Az Egyesület tagjai arra törekednek, hogy vármegyeszerte terjedjen a megértés és a jó szándék.
Az egyes rotarisok ezeket az ideálokat képviselik, és ezek szerint az ideálok szerint élnek, ezért a taggá válást is szigorú feltételek előzik meg. Valóban nagyon magasak a igények és azok a feltételek, amelyek a rotari tagsághoz szükségesek. Legelőször is a jelentkező tagokat megismerjük. Ez nem csak egy egyszeri találkozás, hanem több hónapig kell a rendezvényeinket látogatni. Kölcsönösen részt kell venni a klub különféle programjaiba, adományaiba, és többször is ki kell azt a szándékot fejezni, hogy itt nem csak egy úgymond protokolltagságról van szó, hanem valóban aktívan és a segítségekbe aktívan részt véve tudunk így tagjelölté válni. A tagjelöltséget követően, ahogy jeleztem, ez több hónapos időt jelent, a teljes Rotary klubnak egy öntetű szavazása szükséges a tagfelvételhez, tehát ha bárki, hogy így mondjam, valami olyan természetesen megfelelően indokolt kifogást tud, akkor ott azt a tagot még nem vesszük fel, de amennyiben teljesen egységes a tagság és a jelenlévő tagságnak a véleménye, akkor taggá válhat. Nem csak egyszer, hanem ez több alkalommal is megtörténik, tehát, hogy így mondjam, jó végig kell gondolni annak, aki Rotary taggá válhat, és természetesen örömmel és nyitottak vagyunk mindenkire, fiatalokra, idősebbekre, nincs semmiféle foglalkozásbeli vagy bármilyen olyan korlát, ami ne lehetne Rotary klubbá válni, de alaposan végig kell gondolni, és teljes lelkesedéssel alkalmazkodni kell a Rotary klub elveihez. Módos Ernő, az egyesület elnöke megjegyezte, hogy fontos számukra, hogy a barátság ápolásán keresztül alkalmat találjanak hasznosnak lenni mások számára. A Rotary célja az önzetlen segítőkészség, a cselekvő humanizmus a mindennapi életben. Jelenleg a tagjaink száma 23 fő, gyakorlatilag sajnos hát nemrégiben távozott is tőlünk, itt talán érdemes Gesztesi Tamást, mint alapító elnököt megemlítenünk, aki sajnos már nem tagja a klubunknak, de nincs túl nagy mozgás, megmondom őszintén, éppen az előbb említett indokok alapján az, aki Rotary tagnak jelentkezik, az általában meg is marad hosszú ideig. Az S színvonalát emelte a Tücsök Zenész Színpad és a Bartina Néptánc Egyesület tagjai. Kulturális magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!